A Slow Food nemzetközi mozgalom szellemiségének mintájára rendezték meg idén is a Slow Film Fesztivál Tegerben. A fesztivál célja, hogy ápolja és bővítse a V4 országok együttműködését, a környező országok és a hazai diákság, valamint az oktatási intézmények közötti szakmai kapcsolatát. A rövid filmvetítések már szerdán elkezdődtek. Itt azokat a filmeket láthatják, amelyek a fesztiválokon a legjobban szerepeltek, tehát ez lényegében egy ilyen best of válogatás. Idén annyiban különbözik a fesztivál, hogy ketten rendezzük a Budapesti Metropolitan Egyetemmel, és nagyon sok külföldi hallgató van, tehát tulajdonképpen egy ilyen kis világmozi látható itt a vásznon is, és a közönség soraiban is. A Fiatal Filmesek Fesztiválja nagy presztízs az egyetemnek, ami nagy mértékben támogatja az alkotók szárnybontogatását, mondta Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora. Ez hosszú évtizedekre visszavezethető nagy siker Egerben. Úgy gondoljuk, hogy a körülményeink olykor nem olyanok, mint a legfantasztikusabb nyugat-európai stúdiókban, viszont van egy alkotó műhely, ami nagyon-nagyon erőteljesen ide vonza a fiatalokat. A diákok kisjátékfilm, dokumentumfilm, animáció és kísérleti film, egyperces film, valamint a korábbi évekhez képest újdonságnak számító Erasmus versenybe küldhették be alkotásaikat. A beérkezett mozgóképes műveket rangos nemzetközi zsűri, valamint a szervező egyetemek diák zsűrije értékeli és díjazza. Nagy Borbála a Berlini Filmakadémián rendezőnek tanul, a fesztiválra másodéves Fiska filmjével, a Valahol máshollal nevezett be. Collette Gerda a 8-tól 10-ig című kisfilmmel pályázott, története három olyan hétköznapi szituációt mutat be, melynek akár magunk is részesei lehetnénk. Véleménye szerint fontosak az ilyen fesztiválok. Ez az a műfaj, amivel mi kezdő fiatal filmesek tulajdonképpen meg tudjuk mutatni magunkat, tudunk egy kicsit mutatni abból, hogy milyen műfaj érdekel minket, milyen gondolkodásunk van, főleg, hogy általában a fiatalok élnek ezekkel a kis játékfilmekkel, egy kicsit megismerjék a mi generációnk gondolkodását is. A péntekig tartó vetítések mellett a Flying University program mesterkurzusokon és workshopokon is részt vehetnek az érdeklődők.